A biztonságos kerékpáros közlekedést gyakorolták az óvodások szerdán, a rendőrség bűn és baleset megelőzési eseményén, melyen elhangzott. A nyári szünet közelettével egyre többen használják bicikliüket, ezért kiemelten fontos, hogy a szülők felkészítsék gyermeküket a KRESZ alapszabályaira. Emellett kiemelték, mindenki bizonyosodjon meg arról, hogy a kötelező felszerelések jó állapotúak. Természetesen talán a fékkel kell kezdenünk, ugye a két külön egymástól működő, jó megbízható működő fék, ugye a kormányberendezésnek is megfelelően kell működnie. Ugye előre fehér fénytaró prizma, illetve hátulra ugye piros fénytaró prizma, legalább egy keréken külön prizmának is kell lennie, illetve hát ugye természetesen a csengőt nem hagyhatjuk ki, mint kötelező tartozék, illetve a prizmákon kívül egyébként természetesen előre fehér, hátra piros fénytaró lámpával is rendelkeznünk kell. A szóvivő hozzátette, bár nem kötelező, de javasolt a bukósisak használata. Itt a helyszínen arra is lehetőség nyílt, hogy kerékpárunkat beregisztráltassuk, a rendőrség Bike Safe nevezetű rendszerébe ennek segítségével tudják azonosítani az esetlegesen elveszett vagy ellopott járművünket. Egerben 4 éve működik ez a rendszer, és segítségével már több kerékpár is visszatalált gazdájához. A regisztráció során ellenőrzik az alvásszámot és a kerékpár egyedi ismertető jeleit is feljegyzik. Egy Bike Safe matrica is felkerül a vázra, a tulajdonos pedig egy törzskönyvvel bizonyíthatja, övé a bicikli. Egerben már közel 500 tulajdonos regisztrálta kétkerekűjét.